Sziasztok! Örülök, hogy újra találkozunk. A legutóbbi bemutatkozó videómban azt mutattam be nektek, hol élek, a tengerpartot és a közeli város, most pedig azt szeretném megmutatni, hol dolgozom, egy igazi kínai óvodát. Tavaly május eleje óta dolgozom itt, egy éves szerződést írtam alá, ami lejár nagyjából most, de úgy döntöttem, hogy meghosszabbítom nyár végéig. Mivel nem emlékszem, hogy nekem óvodában napi 2 órám is lett volna, ezt inkább iskolai előkészítőnek kéne tekinteni, de az egyszerűség kedvéért maradjunk az óvoda megnevezésnél. Abban is különbözünk egy átlagos óvodától, hogy itt nem kis, nagy és középső csoportok vannak, nem ebben a sorrendben, hanem mindegy szezontól függ. Nyáron nagyon meleg van, kevés ember jön ide, kevés egy gyerek, körülbelül 5-6-an szoktak lenni, egy fél osztályt tesznek ki, míg a csúcsidőben, ami ősz végétől tavasz elejéig tart, 3 osztályunk is szokott egyszerre menni. Minden osztályban van egy angol tanár, egy kínai tanár és 1 vagy 2 néni, az ő dolguk a takarítás, kitörölni a gyerekek popsiját, ilyesmi. Kínaiul nem tudok és nem is előírás, sőt kifejezetten örülnek, ha az angol tanárok csak angolul beszélnek a gyerekekkel. Szerencsére a kínai tanárok ki tudnak angolul menni, a fogalma sincs arra, hogy a gyerekek mit magyaráznak. One smile. It was all I needed to see. Your hand touching the tip of your knee. Nike가 너무 아름다운 것 같아. Excuse me, I don't understand what you say. Fizetése havi 2500 jön, ami forintra átszámolva 100 000 forint. Ez nem sok, de emellé kapnék havonta 900 jönni, azaz 36 000 forintnyi étkezési támogatást. Ezen felül az óvoda biztosít neki lakást internettel, mindezt ingyen. Így ez a 3 összességében havonta 200 000 forintot tesz ki szerintem, ami meglehetősen jó fizetés egy olyan országban, aminek árszínvonala Magyarországéhoz hasonló. Főleg a figyelembe vesszük, hogy nálunk az óvodanő kezdő fizetése körülbelül 120 000 forint körül alakul. Az angol tanároknak is jár a lakás és az étkezési támogatás. A fizetésük a kínai nyelvtanároknak körülbelül 3-4-szerese. Pekingben ennél többet is lehet keresni, de szerintem ennél a pénznél fontosabb, hogy ilyen környezetben élhessen az ember. Mielőtt megmutatnám, hogy telik a nap, lássuk a főszereplőket. Íme néhány gyerek a sok közül. And who am I? You is quit. I'm hungry. 8-tól jönnek a gyerekek. Majd reggel után jön a Morning Circle, ami egy pár perces közös zenés csoportterápia. Ezt követően jön az első órám, ami 30 perces, ezt majd később követi még egy 20 perces ebéd előtt. Napi 2 van, az egy héten 10, és mindegyik más-más témában. Van ABC tanulás. Van művészetóra, itt lehet rajzolni, táncolni, sokszor ők mutatnak nekem tánclépéseket. Szoktunk zenélni is. Matek óra, ahol többek
között a formákról is tanulunk. A kislányok valamiért már most tudják, hogy a gyémántnak nagyon örülni kell. Yeah! Van tudományóra, itt azt imádják a legjobban, hogyha kísérleteket csinálunk. Van sportóra, ahol szoktunk például minigolfozni. Vagy focizni, és kell is nekik a gyakorlás, mert a labdajátékokkal néhányan eléggé hadilából állnak. És van még sok más típus óránk, például ahol angol szavakat tanulunk. Zoe? Déltől fél háromig csendes pihi van, ilyenkor csak lógatom a lábam, cikkeket írok, videókat nézek, a kínai óvónők pedig a gyerekekkel alszanak. Ez Magyarországon valószínűleg elképzelhetetlen lenne, de egyrészt itt lazábban veszik a dolgokat, másrészt a siestét mindenkinek jár, sok üzlet is bezár erre az időre. A délutáni alvás után még van egy kínai órájuk, és 5 körül mennek haza. A kínaiak itt nem a túlórázásról híresek, úgyhogy ha 5:00-kor még van itt egy gyerek, akkor nagyon szeretnek morgolódni. Nálunk csúcsidőben egy osztályban maximum 15-18 gyerek lehet, de akkor már 4 felnőtt vigyáz rájuk, míg Magyarországon 25 gyerekre 3 felnőtt jut. Azt hozzá kell tenni, hogy ez egy elitobodának számít itt Kínában, ennek megfelelően az éves díj 2 millió forint, míg ha a gyereket csak egy hónapra szeretnének beiratni, az körülbelül 220 000 forintba kerül. Ha úgy alakulna, hogy a közeljövőben húzamosabb időt fogtok gyerekekkel tölteni, akkor engedjétek meg, hogy hagyosszak meg néhányat a saját tapasztalataim közül. Ha szeretnétek őket kifárasztani, akkor rohangáljatok annyit, amennyit csak bírtok, bár sanszos, hogy nap végére ugyanúgy ki fogtok dőlni ti is, mint ők. Felkészíteni a nagybetűs életre, a szerelemre, és a szerelmi csalódásokra. If you love me, let me go. Sokszor próbálnak női szívvel manipulálni. Beismerem, ha kellőképpen cukik, akkor ez működni is szokott, de nem nála. Legyünk figyelmesek, mert a saját lábukban is képesek állandóan orra bukni. Mert ha már most megtapasztalják, milyen lesz majd részegen egy buliból hazamenni. Muszáj felkészültnek lennünk, mert ha az egyik oldalról épp pisélnek, a másikon épp hánynak, akkor nem lehetünk finnyásak. Ha a következő videó részletet végig tud nézni rosszul lét nélkül, akkor van esélyed, hogy óvodában dolgoz. Előre szólok, hogy tényleg nagyon gusztustalan lesz. Én szóltam? Összességében elmondhatom, hogy egyáltalán nem bántam meg, hogy idejöttem, mert nagyon szeretek a kicsikkel dolgozni. Nagyon jól esik látni, hogy egyre több angol szót használnak, és így próbálnak velem beszélni, ahogy a szavakból mondatok lesznek.
És az is nagyon jó érzés, hogy nem csak az Ovi-ba, de azon kívül is igénylik a társaságomat, így sokszor szoktunk menni Ovi után medencézni például. Ja, egy szuper játékai vannak. Azt is szeretem bennük, hogy állandóan boldogok, a legapróbb dolgoknak is tudnak örülni, nekem is nagyon tudnak örülni. Nem tudom, hogy ez szeretet a részükről, vagy Stockholm-szindróma, de nekem így is úgy is jól esik. Végezetül legyen itt egy összeállítás. Mondanám, hogy baki parádé, de mivel ők állandóan így vicceskednek, ezek nem is bakik. Egyszerűen a kis törvékkel minden hétköznap ilyen. Hey, come on!